Jó estét kívánunk a kedves nézőknek, akik a távolban vannak. Mi itt vagyunk a közelben, az itteniéket is üdvözlöm még egyszer. Mi már túl vagyunk egy dicsőítésen, ami szerintem nagyon jó alkalom volt arra, hogy találkozunk az Úrral, és már így bemelegedve nézünk itt az estének előre. És a beszélgető társaim ugye Gábor, Emil, Orsi és Józsi bácsi fogunk ma beszélgetni. Egy nagyon érdekes témában, ugye a Szentléleknek a gyümölcsei a témakör, és van egy dolog, ami engem nagyon foglalkoztatott már ebben a kérdésben, és hoztam is hozzá igét. Ugye Jézus azt mondja a Lukács evangélium a 16-ban, a 15. verstől. Ezt mondja, hogy ezután így szólt hozzájuk, menjetek el, szerte az egész világban, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. És amikor ezt az igét olvastam itt már több alkalommal a zapcselek alatt, akkor mindig az forgott bennem, hogy milyen sokat foglalkozunk azzal, hogy a Szentlélek ajándékaként vesszük azt, hogy nyelveken szólunk. Hogy a nyelveken szólás ez működik az életünkben. És azt látom, hogy Jézus azért sokkal nagyobbra tárta ezt a kaput. És tudom, hogy az apostolok cselekedetében meg van egy-két igében, amire tudunk hivatkozni, hogy igen, mert az apostolok ezt vették jelnek, hogy betöltötte a Szent Szellem az ott őket hallgatókat, de ugye nekik azért volt szükség jelre, amikor prédikáltak, mert pogányok felé szolgáltak, és ugye ott nekik még nem volt eldöntve, hogy körül kell-e metélkedni, vagy bármi. És ezért szükségük volt egy olyan jelre, amit ők abszolút fölismertek. Tehát látták Jeruzsálemben a nyelveken szólást, és onnantól kezdve tudták, hogy jaj, ez ugyanaz az ajándék. És hogy így megnyilvánult gyakorlatilag a Szent Szellemnek, ha úgy tetszik, az ajándéka, vagy egy megjelenése volt ez. De alapvetően Jézus ezt a kaput sokkal szélesebbre tárta. Mert azt mondja, hogy ördögöket űznek ki, aki hisz. És nem tesz más kitételt, mint azt, hogy aki hisz. És amikor a múlt héten kutakodtam ennek kapcsán, hogy volt ez a hit kérdés, akkor a Máté 16-hoz jutottam, ami egy érdekes aspektust hoz ebben a kérdésben, mert Máté evangéliumában, ugye Máté 16-ban a Péter Cézár Filippiben, amikor Jézusról bizonyságot tesz, ezt így szoktuk olvasni, ugye azt mondja, amikor Jézus Cézár Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát. Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre kérdezte tőlük, hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig így válaszolt neki, hogy boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tehát, hogy Jézus rámutat, hogy ezt Péter nem tudta a saját tudatából kivenni, nem eljutott egy ilyen logikai útvonalon, ahogy Jézus prédikált, hogy ja, tényleg akkor ő a Krisztus, hanem hogy egy közvetlen kijelentése volt a mennyből. És ugye tovább megy, azt mondja, hogy én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. És hogyha ezt megnézzük, ugye, hogy melyik kősziklán, ugye Jézus előtte azt mondta, hogy nem test és vér adta a kijelentést. Tehát amikor a kősziklát nézzük, akkor azt látjuk, ugye azért van benne a kőszikla, mert a fordítások nem hozzák vissza, hogy a Péternek a neve mit jelent, és akkor ugye a Péter egy kődarab, a kőszikla meg egy kőszikla, és akkor itt van egy némi szójáték, azért a héberek nagyon szerették
a szójátékot, Jézus egy olyan közegben nőtt föl, ahol az eredeti héber szövegekben, az írásokban is teli volt szójátékkal, és alkalmazta ezt. De igazából a közvetlen kijelentés a Szent Szellem által volt az, ami a hit az életünkben. És hogy miért kérdés az, hogy ez a hit hogy működik? Azért, mert igazából ebből a kijelentésből, vagy ebből a közvetlen kijelentésből ismerjük meg valójában azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy működik az életünkben. És amikor ez a hit működik az életünkben, akkor sokkal könnyebben el tudunk jutni oda, hogy betegekre tesszük a kezünket, és azok gyógyulnak. Ugye a János evangélium a 17.3-ban van. Azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye a Szent Szellemnek a munkája elsődlegesen az, hogy élő kijelentést ad Jézus Krisztusról, és hogy ismeretet ad Istenből. De ahogy így haladunk vele, a János 12-16-ban azért Jézus is elmagyarázza, hogy működik valójában. Azt mondja, hogy még sok mindent kellene nektek mondanom, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. És ahogy ezt a szakaszt olvastam, arra jutottam el, hogy Jézus arról beszél, hogy a Szent Szellem, ahogy dolgozik bennünk, ő jelenti ki az egyik lépést és a másik lépést. Ahogy Péternek elmondta, ugye, hogy erre a kősziklára építem föl a közvetlen kijelentésre, a Szent Szellemtől kapunk közvetlen kijelentéseket, akár az ige olvasásában, vagy itt az alkalom előtt beszélgettünk róla, ugye, hogy mások által, ahogy az igéről beszélnek, és ahogy valakinek megnyílik az ige, lehet, hogy nekem teljesen más jut róla eszembe, vagy hát úgy gondolom, hogy eszembe jut, közben pedig csak a Szent Szellem megelevenítette, kapok egy közvetlen kijelentést, és ebből tudom, hogy működik Isten, vagy hogy fog működni. És amikor ezt a jánosi részt olvastam, nekem még egy nagy felismerés volt benne. Ugye azt mondja, hogy mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. És én ezt mindig úgy olvastam, hogy az eljövendő dolog, hogy majd előre profétál. Valami majd fog történni. És akkor azt így kijelenti előre, és nekem a profétálás is mindig az előre kijelentést hozta, és hogy a Szent Szellem, amikor bennem kijelent valamit előre, akkor az valami jövőbe mutató, mint hogyha a jelenések könyvét olvasnám. És közben igazából, amikor vasárnap a Tamás prédikált erről, hogy Péter hányszor elment a béna mellett, és sokszor elment, és igazából csak egyszer lépett oda hozzá, hogy aranyom és ezüstöm nincsen. Azért, mert akkor a Szent Szellem adott neki egy pontos kijelentést arról, hogy az fog történni, hogy ez az ember ott föl fog állni, hát te megfogod a kezét. És igazából azt értettem meg ebből a részből, és nem tudom ti, hogy gondolkodtok erről, hogy akik hisznek, jelek követik őket, az igazából arra vonatkozik, hogy a Szent Szellemnek elhisszük a szavát, amit mond, és megcselekesszük azt, amire hív. És hogy a hitünk, a gyümölcsök bennünk úgy fejlődnek ki, hogy kapunk egy lehetőséget a Szent Szellemtől, hogy elkövessünk valamit, tehát fölemeljünk egy beteget, vagy imádkozzunk valakiért, vagy csak egy jó szót szóljunk neki, vagy adjunk neki egy képeslapot, egy igét, vagy csak átmenjünk hozzá, és igazából azzal, ahogy mi megfogjuk ezeket a lehetőségeket és alkalmakat, ebből épül föl a mi hitünk. És amikor Jézus azt mondja, hogy ördögöket űznek, meg új nyelveken szólnak, azt mind arra mondja, hogy amikor szükség van rá, akkor egyszerűen elhiszik, hogy ez menni fog. Mert a Szent Szellem bennem van, megkapja a kijelentést, és elkezd rajtuk keresztül működni.
Nem tudom, hogy ti mit... Ott szeretnék bekapcsolódni, hogy ugye mondtad, hogy leggyakrabban a Szent Szellem, mert úgy éljük meg, vagy úgy értékeljük, hogy nyilván találkoztunk vele, és betöltött bennünket. És ugye, hát nagyon sokféle módon nyilvánul meg a Szent Szellem, és ugye most pont ezt kutatjuk, és erre vágyódunk, hogy más módokba is átéljük, megtapasztaljuk ott őt. És ugye Péter ott volt a hegyen, hárman ott voltak Jézussal, és az egy nagyon, nagyon valóságos megtapasztalás volt, és aztán a második levelébe beszél erről Péter, azt mondja, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. Tehát nem csak a nyelveken szólás, ugye pünköskor mindannyian nyelveken szóltak, és valóban, ahogy mondtad, lelepleződtek azok az emberek, akiknek nem ismerhették a nyelvüket, mert médek voltak, perzsák voltak, stb. Stb. Tehát tudták, hogy mondjuk a zsidó ajkú emberek nem ismerték az ő nyelvüket, értitek? És ott viszont folyékonyan az Isten árat, mert valóban az Isten valami rendkívülit akart ott pünköskor adni, és azt gondolom, hogy nekem nagyon nagy élmény mai nap is a Szent Szellemnek tehát a nyelveken való szólás. De nagyon vágyodok arra, és én megértettem azt a Bibliából, hogy ahogy mondtad, hogy elment sokszor Péter a béna előtt, Pál napokon keresztül egy jövendő mondó lányka mellett ment. Ezt olvassuk. És azt mondja a Biblia, hogy az egyik nap már fölbosszankodott Pál, és akkor a Szent Szellem szerintem rászállt, vagy hát megnyilvánul, így mondja, hogy a Szent Szellemtől rászólt, és egy olyan, vagy amikor ugye ott van az a bizonyos Bar Jézus próbálja állandóan a helytartónál, hogy bekavarni, és akkor megint csak a Pál a Szent Szellemtől szólva, hogy meg fogsz némú, vagy meg fogsz vakulni egy időre. És a kis nőnél meg végül is egy ártatlan lányka volt, aki hát valamilyen folytán a gonosznak a fogságába volt, és ezt kihasználva az ő uraik, így mondja a Biblia, sok pénzt kerestek, és amikor Péter, vagy Pál fölbosszankodik, és szól a Szellem által, és kimondja azt a, most lehet profitálásnak mondani, vagy én ezt úgy értettem meg, hogy vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor egyszerűen mi nem vagyunk tudatában annak, hogy most mire volna szükségünk, és egyszer csak jön az isteni hatalom erő, és ezért csodálatos, hogy mindig föntről jön, mindig a Szellem. Tehát, hogy mondjam nektek, hogy ő akkor is ott van velem, és abban a szituációban kevés az, ami bennem van, akár ige, vagy gondolat, vagy értitek. Ott Péter, ahogy mondtad, nem Jézus mondja, nem, Péter, ezt nem tudtad magadtól kifigurálni. Mert te nem vagy erre képes, vagy az egyik Isten emberének az édesanyja azt mondta, hogy te Andrew, te erre nem vagy képes, amit most csinálsz. Ezt az Isten adta neked, mert én tudom, hogy te milyen gyerek voltál. Te erre képtelen vagy, hogy ilyen szinten az Isten munkáját, Andrew Womackról van szó, az édesanyja mondta. Tehát, hogy te nem vagy képes erre, de figyeljetek ide, a Szent Szellem tesz képes, és ez a csodálatos, hogyha profétálni kell, akkor profétálni tudunk, hogyha valami olyan megnyilvánulást akar a Szellem általunk, hogy valakire rátesszük a kezünket, és abban a pillanatban meggyógyul, akkor a gyógyulás ajándéka is megnyilvánulhat. Én azt gondolom, hogy egyszerűen erre nekünk nyitottaknak kell lenni. Mert az Isten mindent odaadott nekünk Jézusban, és lehet, hogy ez úgy fog működni, hogy az egyik jobban működik rajtad keresztül, a másik te rajtad keresztül, én rajtam keresztül megint más,
Nem tudjuk, de én arra is nyitott vagyok, hogyha megyek egy bizonyos úton, és ott nekem valamire szükségem lesz, akkor a Szent Szellem meg fogja adni. Tehát, hogyha éppen erre, mint a jövendő mondó lánykánál, hogy kiszólt Pál, felbosszankozott, és a Szellem ereje által kiszólt, és abban a pillanatban megtörtént. Tehát olyan volt kvázi a Pál, mint egy ilyen teremtő erő. Kimondta, és azonnal az a lányka megszabadult a démonoktól. Nem, különösebben nem az volt, hogy most ördögöt űzött, vagy értitek, egyszerűen csak a hit beszédét a Szent Szellem által kimondta. És én azt gondolom, hogy olyan időkben élünk, hogy ezt mindannyian vágynunk kell, és fogunk igenis találkozni azzal, hogy a prófétai szó egyszer csak betölt bennünket, értitek? Szóval én azt is megértem, amikor mentem a 80-as években sokat külföldre, Romániába, hogy olyan gyerekcipőbe volt a prófétálás, hogy elnézést, de egy kicsit visszataszító volt. Tehát mindenféle kiskanál, nagykanál, mindenféle butaságokról beszéltek és profétáltak, és kiskorúság volt. És éreztem, hogy a profétaság nem ez. Sokkal több. Értitek? A profétai szó az tényleg olyan, nem hogy... Nem is mindig tudod, hogy profétálsz. Hát, így van. Profétálsz. Például. Nem így csak van. Az ember beszél valakivel, akár spontán, akár közvetlen olyan szituációban, igen. Hogy szeretnének, tehát meginvitálják, hogy szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban, egy témával akárhogy, vagy csak konkrétan jön a helyzet, hogy éli az ember az életét, vagy akárkivel, munkatársal, baráttal, stb. És benned van az Isten szelleme, nem ugrál ki be, és az ember, hogyha megnyilvánul, vagy akár imádkozik valakivel, nem úgy, hogy na most én imádkozok, érted, hanem na imádkozzunk, mert kerüljünk Isten jelenlétébe, és mond az ember olyan dolgokat, amin egyszer csak ő maga se tudja, vagy érzed, hogy mondjuk arra megy a gondolatod, és ilyen, ez a, nem tudom, félig tudatos, tehát, hogy nem száll meg valami, és akkor mondatja ki veled, de nem így, hanem így jön, hogy mit mondjál, de nem előre gondoltad. És a dolog meg betalál, működik, pont az, amit kell mondani, tehát, hogy szerintem ilyen értelemben sem szabad túl misztifikálni azt, hogy most mindennek nevet adni, mert ugye sokszor az ember nevet ad, és akkor megpróbálja úgy értelmezni, és akkor keresi, hogy ez mi meg hogy. Holott lehet, hogy csomó olyan dolog van, hogy most akár a hitajándéka, vagy a prófétálás, hogy kereshetem én, kutathatom én, hogy ugyanolyan szeretném benne működni, azt lehet, hogy szoktam is. Tehát, hogy szerintem ilyen értelemben, ugye Pálék se tudták valószínűleg az elején mindegyiknek a nevét, hogy most új, most mit csinálok, hanem később, hogy megértették, vagy ugye nyilván nekik meg az feladatuk volt a Szent Szellemtől, hogy foglalják össze azt a iszonyatos sűrű dózisú kijelentést és megéléseket, amik ott 10-20-30 év alatt megtörténtek, hogy azt írják le, hogy következő 1000 években az emberek számára érthető legyen, és akkor már ő is mondta, és akkor meg tudta fogalmazni. De nekem például nagyon tetszik, amit a Kolossa levélben mond, hogy ugye a dicsőségnek, az Isten dicsőségének az a reménysége, és nyilván ez a világ számára, hogy az Isten bennünk van. Tehát, hogy rajtunk keresztül megnyilvánul. És szerintem igen, ez izgalmas benne, amit mondasz. Egyébként vicces, mert ott a Márk 16-ban, ha az ember olvasgatja, akkor még az is kiderül, hogy a ugye akik hisznek, azok ilyen-olyan dolgokat tesznek, hogy a betegekre vetik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Tehát a igazából a hit, a hívő ember, hogy mondjam, tehát a onnan tudod, hogy valaki hívő, hogy betegre teszi a kezét, nem onnan, hogy az meggyógyul. Igen. Tehát már az megelőzi, hogy aki hisz, az egyáltalán fogja és adott szituációban meri, rámeri. És meg is teszi, hogy ráteszi a kezét a betegre, aztán egyébként meggyógyul, de hogy még ha tovább boncolgatnánk. Tehát igen, együtt mozogni Istennel szerintem, és nyilván minden szituációnak, vagy megnyilvánulást az ember ott helyben nem tud megítélni, hogy most ez belőle jött ki, vagy nem.
Én úgy gondolom, hogy az viszont nyilván visszacsatolás, hogy például a Szent Szellem gyümölcsét, ha néztük, a szeretet, öröm, békesség, hogy amit te akármilyen indulatból, motivációból csináltál, mindegyikhez köthetőek, tehát vissza lehet, le lehet ellenőrizni, hogy ez a szeretetből szólt, ez felszabadított, ez békességet adott. Érted, hogy ha én, mert hogy mondjam, sokszor az ember belekerül abba a hibába, hogy minden, amit csinál, hát az a Szent Szellemtől van, nyilvánvalóan. Mert én úgy érzem, hogy most a Szent Szellem indított, és akkor, amit mondtam, ha kedves volt azért, ha bunkó volt azért, mert látod, a Bibliában tudok példát mondani, hogy hát ez a Sámsorra látszik, a Szent Szellem, azt egy Jákobot csalgyon vett ennyi embert, meg ugye Jézus is bent, az borogatta az asztalokat, tehát hogyha én vehemes típus vagyok, akkor azt mondom, hogy nekem a Szent Szellem szólt, az közben nem a Szent Szellem volt, úgy megsértetted, bántottad a másik embert, hogy csak na. Tehát, hogy a gyümölcseiről azért vissza lehet fejteni, hogy ez a Szent Szellem munkája volt-e, amire én úgy gondoltam, és szerintem erre is fontos, hogy nyitottak legyünk. Igen. Egy kicsit messzebbről kezdenék, tökéletesen egyetértve, amit mondtam. Keresztelő János tevékenységével foglalkozom most, és valahogy úgy nagyon összecseng az egész, méghozzá oly módon, hogy a Keresztelő János előtt, illetve Zakariás proféciája előtt, ugye az édesapja proféciája előtt, több száz évig nem volt kijelentés Izraelben. És tudjuk jól, hogy Sámuel könyve is arról ír, hogy amikor nincs kijelentés, akkor a sötétség uralkodott Izraelen. És milyen boldog korszakban vagyunk, hogy van kijelentés Krisztus által azért most. Amen. Azért ez itt kezdődik az első. A másik az, hogy elkezdtem vizsgálni azt, hogy mi a különbség a Keresztelő János és a tanítványoknak a megnyilvánulásai között. És akkor arra kellett rájönnem azon túl, hogy ugye ők már Krisztus tanítványai voltak. Volt kettő, aki, ha jól tudom, Jakab és Péter, akik már Jánoshoz is onnan mentek át. De alapvetően Jézus azt mondja Jánosról, hogy asszonytól nem született nagyobb. Akkor hogy lett? Ezek a tanítványok akkor hogy lettek nagyobbak? Vagy mi az, ami őket azzá formálta? És akkor nyilvánvalóan a Szent Szellem az egyedüli az, ami megoldás. Az, hogy ő betöltetett Szent Szellemmel Keresztelő János, hiszen ez Isten báránya. Ugye kijelentése volt, azt tudjuk. De mégis az, ami a tanítványokban volt, az egy másfajta betöltekezés volt, mert pünkösd után voltunk már. Tehát van az emberben az, hogy én Krisztusé vagyok, mert megtértem, de Krisztusi megnyilvánulásaim, azaz gyümölcseim, Krisztus által vannak, a Szent Szellem által. Okay. Tehát ha akkor vagyok Krisztusi, minden szavamban, működésemben, jellememben, megnyilvánulásomban, hogyha a Szent Szellem folyamatos kijelentéseket tesz rajtam keresztül, és tökéletes, amit mondtál, hogy az a legjobb, ha nem is tudunk róla, mert ugye gondold végig egy kicsit, hogy a nyelveken szólás is olyan, hogy úgy ömlik ki az emberből. A profétálás is olyan jó, hogyha az csak úgy ömlik ki az emberből, nem olyan, hogy na most én előtte rákészülök, most és figyelj. Akkor most figyelj, csak egy nagyot profétálok neked, hogy mi lesz veled, jaj neked. Tehát nyilvánvaló, és ugyanígy az is, hogy azzal hittel, hogy én imádkozom a beteg fölött. És igenis, én éreztem ebben egy csomó mulasztást, hogy amikor indított a Szent Szellem, és nem tettem meg. És hány is ilyen a gyümölcsök kapcsán azért jó erről is beszélni, hogy amikor kételkedik az ember a szívében, és nem teszi meg, holott kapja az indítást. És utána
olyan jó, hogy Isten nem csak megbocsát, hanem meg is nyugtat. Uh-huh. Volt ilyen az életemben, úgy éreztem, hogy elmulasztottam valamit. És egy pillanat alatt végig gondoltam, nem Isten mondja ezt, a sátán mondja nekem. És tudom, hogy a Szent Szellem meg fogja adni azt a lehetőséget nekem fél óra múlva is, és nem mulasztottam el semmit, és így volt. Sőt, nagyobb lehetőséget adott, mint bármikor de. Máskor. De. Tehát egy szellemi harcban vagyunk. És ebből jönnek le utána a gyümölcsök, amikor engedelmesen belépek ebben. Itt egy gondolat jutott eszembe, amikor mondtad, hogy ugye úgy hivatkozik rá, hogy asszonytól nem született nagyobb, és ugye azt mi tudjuk, meg úgy tanuljuk, hogy a szellemünk által születünk újjá. Ugye a Szent Szellem ahhoz kapcsolódik, azért beszélünk Szent Szellemről, mert hogy a szellemünket támasztja fel, azon keresztül formál át teljesen, és ahogy így haladunk, az formálódik ki bennünk, ami a szellemünkben elindul, és oda kapunk be. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó gondolat volt annak kapcsán, hogy Keresztelő Jánoson még ez nem működött annyira, és a tanítványok meg már ezt kapták meg teljesen. Tehát amikor Péternek jön az egyedi kijelentés, akkor ő már újjá született, tehát Jézus, mintha ezt nyugtázná le. Ezért nem mindegy, hogy jó, avagy jó szívesen. Nagyon igen. Várj meg, orsít, míg oda megy a kamera. Nagyon, nagyon tetszett ez a spontán dolog, amit a Géza mondott, meg talán Gábor is említette, hogy olyan sokszor az elmém akadályoz engem, azt veszem észre abban, hogy az Úr akar valamit, és akkor én elkezdem így körbejárni, és minden irányból megvizsgálni a dolgot, és viszont amikor, tehát volt egy olyan történet, egyetemelek ki, Isten tiszteleten voltam, és valaki mellettem úgy csinált, mintha rosszul lenne, és kezdődött egy kisebb ribillió lenni körülötte, és a Szent Szellembe töltött minket, mind dicsőítés volt, nagyon jól éreztük magunkat, és valami olyat csináltam, amit utána így csodálkoztam, és hogy teljes magabiztossággal felléptem, ránéztem a testvérnőre, és a többieknek mondtam, hogy nyugodjatok meg, ő most megszabadul, nem tudom honnan, és mondtam neki, hogy szabad vagy, és mondtam neki az igét, és így rátettem a kezemet, és egy picit imádkoztam, és így megnyugodott, egy békesség volt benne, és utána folytatta a dicsőítést. És hogy én ezt biztos, hogy nem magamtól vettem, hanem ez így jött az Isten jelenlétében a Szent Szellemtől, hogy ezzel a bátorsággal, mert hogy ez nem rám vallana, hogy én így beavatkozzak, mikor valaki egy kicsit így fulladozott, olyasmi volt. És utána, amikor vége volt az Isten tiszteletnek, még utána odajött hozzám, és mondta, hogy nagyon köszönjük. És mondtam, hogy az Úrnak, dicsőség az Úrnak, mert ez nem én voltam. Tehát, hogy a spontaneitásra mennyire szükség, vagy hogy mennyire csak úgy tud használni engem sokszor Isten, de bízom benne, hogy lesz ez máshogy is. Mert hogyha én ezt előre, nekem ezt mutatta volna, akkor én biztos, hogy elkezdek 500 kérdést feltenni, és hogy de ez így jó lesz, és akkor addig magyarázom magamnak, míg a végén nem merem megcsinálni, vagy nem merek beleszólni. Tehát emberi. Tehát, hogy igen, az emberi dolgokkal, és amikor meg ilyen spontán megy, nagyon jól megy. És többször volt a bizonyságtevés is ilyen, szerintem, ha az ember minél jobban rákészülök, és akarom, és nézem az igéket, akkor nem úgy megy. Máskor meg egy olyan állapot van, vagy nem tudom, ez az Úr indít, és így kicsúszik. És csak így, jé, már az Úrról beszéltem, és arról, hogy szereti őt. És, tehát, hogy én itt látok egy ilyen nagy akadályt ebben a saját fejembe, uh-huh. saját elmémbe, és bízom benne, hogy mivel Krisztus értelme van bennem, meg van írva az igébe, hogy előbb-utóbb ezt majd így átrendezi a Szent Szellem. Úgy járt, hogy jöttem fölfel napközben, mentem fölfel a lépcsőn, és a térdem annyira fájt, hogy mondom, hát ez nem szólt így lenni, és akkor az volt, hogy
mikor végighallgattam ezt a szolgálatot, a feleségemmel úrvacsoráztunk, és úgy, ahogy a isteni ében már többször átélte kisebb vagy nagyobb csoportba, vagy szűkebb körbe is, amikor megtörjük a kenyeret, akkor, hogy ez Jézus teste, és hálát adok is Jézus Krisztusnak, hogy engedted megtörni a te testedet az én testi egészségemért. És így ez végig futott bennem, és akkor a térdemre tettem, a jobb térdemre tettem a kezemet, és akkor éreztem, hogy átjár teljesen, átjár a Szent Szellem, és ott minden különböző gyakorlatokat végeztem, amivel így ugolás, meg ilyen, aztán majd mentem le a lépcsőn, meg föl a lépcsőn, és ilyen, tehát elég hamar hat, valahol szolgáltunk, és amikor vége volt az alkalomnak, az egyik testvérünk egy Mózes ígét hozott elő, és akkor mondja, Szalim Bíró kérnyája, nem szerepelnek, de azt mondja a Mózes könyvéből, hogy mert én az Úr vagyok a te gyógyító. És akkor, mikor vége volt az alkalomnak, mondja az egyik testvér, hogy az én húgom otthon van gyógyíthatatlan beteg, kiadták a kórházból. Azt mondja, gyertek, menjünk át, ott nem messze laktak, hogy menjünk át, és imádkozunk, és hiszem, hogy az Úr meggyógyítja. És átmentünk, vagy négyen oda nem messze hozzájuk, és akkor még rá se tettük a kezünket, úgy kellett fölsegíteni, hogy föl tudjon ülni. És akkor a testvér, akinek a nővér volt ez vagy húga, akkor mondja, hogy ellene ment, és mi meg egymás kezét fogtuk, és félkörben, mert ágya ott volt a fal mellett, imádkoztunk, és egyszerűen a Jolánka fölugrott, azt mondja, meggyógyultam, és csak nézd, mondja az egyik testvér közülünk, hogy jó, mi elhiszük, hogy meggyógyultál, de holnap beviszünk a kórházba, és Máté Szalkára, és ott is, hogy legyen papír is róla arról, hogy ő gyógyított meg téged, mert ők tudják, ambulánslapon végig ott van, hogy mikor, milyen történt, milyen gyógyszereket szedett, stb. És olyan csodálatos, ami drága úrunk, hogy ha ő rá figyelünk, ha ő rá nézünk, akkor, vagy ő benne bízunk, és amit különböző szituációkat hallgattunk, hogy estek meg rajtunk, nagyon kér bennünket, és én is kérem magamat és titeket is, ne arra nézzünk, hogy mi van körülöttünk, vagy milyen a szituáció, ha a belső hang szól, hogy Isten akarata az a Szent Szellem által, hogy szóljon, akkor az meg fog történni. Ne arra, hogy én mi, nem te gyógyítod meg. Te azt mondja az Úr, menjetek el, és mondjátok meg az embereknek. Tehát ezzel küldtem, amikor én így tanítottam így testvéreket a tanítványképzésbe, az alapige a missziói parancs volt, elmenvé széles a világra, tegyetek tanítványokká minden embereket. És ezek, akik valóban ezt komolyan úgy a szívükre vették, nagy-nagy áldás volt, és van az életükben, látom, hogy mind beépültek, és valahol hasznosan tudja használni most is az Úr őket. Józsi bácsi, akkor egyetlen egy konklúzió az egészben, hogy engedjük a Szent Szellemet dolgozni. Pontosan. Ne álljunk ellene. Pontosan. Egyébként egy aspektus, amiről eddig nem, vagy nem tudom, most eszembe jutott, hogy a Szent Szellemet szerintem mi nagyon sokszor, tehát hogy ő, mivel bennünk él és egyé vált velünk, ezért az ő gondolatai, az ő inspirációi azok, hogy mondjam, egyes szám első személyben érkeznek meg hozzám, tehát olyan, minthogyha egy saját gondolatom lenne. Tehát nem úgy szól hozzám, hogy Gábor, csinálj valamit,
hanem ahogy ugye így beszélünk róla, hogy az ember benne van egy szituációban, ott a jelenben, és feljön benned az, hogy mit kéne csinálni. Tehát hogy szerintem ez fontos, hogy az ember ne limitálja magát, vagy ne becsülje le, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy nem feltétlen kell várni, vagy sőt, kifejezetten jó nem várni arra, hogy valami olyan külső megerősítést legyen. Ugye szoktuk nyilván mondani mindig ezt a kitesszük a báránybőrt, aztán vizes lesz, vagy nem lesz vizes. Tehát hogy tök jó, hogy ilyen külső ilyen jelek voltak, de hogy a Szent Szellem az belénk, bennünk él, Isten szelleme bennünk él, és ez tényleg azt jelenti, hogy a lényünk nem ilyen feketén-fehéren külön választható. Tehát, hogy a gyümölcseiről meg tudjuk ítélni, hogy az inspiráció az honnan volt, de ott a jelenben, ott az ember ezt úgy éli meg, hogy és nyilvánvalóan, hogyha olyan közegben van az ember, akkor kifejezetten mondjuk jó is, hanem úgy mondja, hogy na figyelj, most azt mondja az Isten neked, hogy nem, hanem egész egyszerűen csak elkezdi mondani, hogy mi lenne, ha így csinálnánk, vagy arra gondoltam, hogy. És akkor nyilvánvalóan, hogyha lesz valami jó eredménye a dolognak, akkor sokkal jobban néz ki, ha más kérdezi meg, hogy te most honnan jött ez az ötlet, és akkor el lehet mondani, hogy figyelj, az van, hogy fogalmam nincs. Tehát, hogy vagy nem is kell, mert hogy meg se kérdezik, de hogy ez szerintem például egy fontos. Én szeretem ezt magamban egyébként így emlékeztetni magam erre, hogy és nem is csak a spontán dolgokkal, hanem ha most az, hogy az életemben milyen irányba menjen. Tehát, hogy most vannak az embernek olyan döntései, amiket meg kell hozni, legyen azért nem tudom, egy ingatlanvásárlás, egy házasság, egy karrierváltás, tehát olyan dolgok, amikre amúgy rákészülsz, és tudod, és az eszeddel is végig gondolod, és akkor sem feltétlenül úgy fog szólni Isten hozzád, hogy valami tőle teljesen kívülálló információként, hangként jön, hanem tényleg, ha az ember az ő jelenlétében van, akkor egész egyszerűen a szíve elkezd húzni az egyik irányba, vagy az egyik dolog elkezd evidens lenni, míg a másik nem. Tehát, hogy szerintem maga nyilvánvalóan a békesség is, meg az, amit mond, ugye Pál mondja a Róma 13, vagy a nem zsidókhoz írt levél 13, mindegy, hogy ami nincs hitből, az a bűn. Hogy amit az ember nem meggyőződésből csinál, az nem jó. És ugye ez a fajta leegyszerűsítése szerintem hatékony tud lenni, hogy amit az ember, ha a te szívedben az van, hogy szeretnéd Isten akaratát tenni, mert tudod, hogy az a legjobb. Tehát, hogyha egyszer van egy apád, aki a jó értelemben benfentes, és tud neked tanácsot adni, és vezetni, és téged jó helyzetbe hozni, és ő inspirál, akkor hát miért ne hallgatnék rá? Tehát, és ebben hinni kell, hogy ő szól, és akkor viszont nem feltétlen úgy szól, hogy na most valaki kiprédikál a szószékről és rád mutat, vagy nem tudom, jön valami hatalmas nagy mennyei szózat, hanem egész egyszerűen az ember úgy érzi, hogy fú, ebben van úgy tényleg közhelyes, de most na ebben van békességem, vagy úgy érzem, hogy ez az. Elina? Jaj, ahogy így Józsi bácsit hallgattam, így annyira így két ige kezdett el bennem mozogni, az egyik, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, a másik meg, hogy engedjétek hozzám jönni, és hogy ez a nagyon gyermeki hozzáállás jött le bennem, amikor beszéltél Józsi bácsi, ez az igazi gyermeki hit, hogy hát milyen ne, hát az én apukám az ilyen, és akkor ő ezt így adja, és minden. És ahogy az Orsi mondta, hogy ugye az elme a legnagyobb korlátja, ugye sokszor annak, hogy az Isten munkája végig tudjon menni az életünkön, vagy akár mások életén, ez tényleg így van, legalábbis én is így tapasztalom, hogy amint elkezdek agyalni bármin is, na onnan halt meg az egész történet, és ott már ugye a felnőtté nem jön elő. Mert egy gyermek nem gondolkodik ilyen szinten, tehát nincsenek ilyen összetett gondolatai, én oviba dolgozom, pontosan tudom, hogy mennyire nem összetettek. Sokkal inkább cselekszenek ösztönből, sokkal inkább cselekszenek, mondjuk azt, hogy vezetés alatt, ugye akár a felnőttek vezetése, vagy a Szent Szellem vezetése, ha már felnőttekről van szó alatt, és hogy sokkal irányíthatóbbak és rugalmasabbak, mint mi felnőttek. Tehát, hogy Isten, amikor meg akar minket tanítani arra, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek, azt azért teszi, mert sokkal jobban át tud áradni rajtunk ő, hogyha mi nem vagyunk korlátai annak, hogy ő kiáradhasson. Ez sajnos így van. És akkor így eszembe jutott az első ilyen profétálós történet, én azt se tudtam még akkor, hogy ez micsoda, meg mi nem,
mert ahova jártam régen, ott igazából nem volt ez ilyen nagyon jellemző, és egy Proféta Suli nevezetű történetbe csöppentem, és akkor ott én azt sem tudtam, hogy ott nekem is kell majd. Én azt hittem, hogy ott ülök, hallgatok, meg milyen jó lesz. Aha, hát abszolút nem erről volt szó. Bedobtak a mély vízbe, és akkor ott valaki állt velem szembe, és akkor elvilegben az volt a feladat, vagy feladat, hát nem feladat, de végül is az volt a lényeg, hogyha kapunk valamit az Istentől, akkor azt mondjuk el a másiknak. És akkor én, hát mivel semmi gondolatom se volt, így az elmém se nagyon tudott akadályozni, így nagyon. És akkor láttam egy képet, ahol sok gyerek volt, valami nagy réten, meg ház, meg nem tudom, és akkor mondtam neki, hogy én ezeket a dolgokat látom, de hogy igazából nem tudom, hogy ez milyen formában szólhatna neki, vagy egyáltalán. Erre megszólal a hölgy, hogy hát igazából ő, neki volt egy nagyobb összeg, amit jótékonysági célra szeretett volna felajánlani, és két lehetőség közül volt, és az egyik egy gyerek otthon volt, amit én kvázi láttam, csak így konkrétan, hogy gyerek otthon vagy ilyesmi, az így már nem volt meg, de hogy azt, amit én láttam, és még annak a részletei, azok abszolút annak a részletei voltak, amiket akinek ő akarta adni, csak most már így teljes 100%-ban nem is tudom felidézni, és ez nekem egy tök nagy megtapasztalás volt, hogyha nincsen elmebeli korlát, meg nincsenek emberi gondolatok, és nincs előre eltervezve, hogy én mit akarok majd, meg hogy akarok, na akkor tud igazán működni az Isten, és tegnap egy ilyen személyes dolog is volt, ez inkább kijelentés volt szerintem, mint profécia, de hogy akkor szerintem még akkor működik nagyon jól ez a dolog, amikor az ember úgy alapjáraton Istennel van, és én tegnap valakivel pont imádkoztam, és ugye nálunk most zajlik egy ilyen komolyabb ügy családon belül, ami elég sok nehézséggel jár, és ahogy így imádkoztam meg minden, mert megillett egy ilyen fejlemény, ami nem túl pozitív, de hát ilyenkor az ember nyilván csak megy az Úrhoz. És amiközben imádkoztam, és én ezt máig nem tudom eldönteni, hogy ezek hogy történnek, vagy hogy nem, míg én mondom az emberi szavakat, egyszer csak az Isten a számon keresztül egy igét kezdett el kimondani. Az ige pedig ez volt, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, ami ellened perbe száll, azt te kárhoztasz, mert ez az igazaknak az öröksége. És én, de hogy ezt én nem gondoltam végig, hogy ez nem volt benne. Tehát, hogy én még mondtam a magamét, és közben egyszerűen csak olyan volt, mint hogyha így nem tudtam volna tovább mondani azt, amit én akarok mondani, hanem ez úgy jött ki belőlem, hogy teljes tudattalanul és semmi. És ennek ugye az a gyümölcs, amikor szó lesz rendszerem, hogy onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve 100%-os békesség. Mert hogy amit ő mond, az viszont totál 100% biztos, hogy úgy van, és hogy amikor nem az ember találja ki, meg nem ő keresgéri, meg nyitogatja a Bibliát, meg húzogat igéket, meg nem tudom, hanem amikor jön a Szent Szellem is, kijelentést ad, akkor szerintem az első jele, hogy ez a Szent Szellem volt, hogy az a békesség, ami felülről van, az minden értelmet felülhalad. És szerintem a kijelentéseknek is, meg szerintem a proféciáknak is, meg még talán a bizonyságtételeknek is ez az első hozománya, hogy az ember békességre jut. Ha megöl? Megöl. Ja, hát igen, és aztán az is, persze. Most hallunk titeket is. És az ember búzog elő az öröm az emberben, mert a bizonyságtétel az erősít, békességet ad, és nagy öröm. Igen. Ugye egy picit a profétálás irányába mentünk most, illetve a spontanitás, hogy tehát, hogy éljük az életünket, és eszembe jutott, míg Edina beszélt a Királyok könyvébe Elizeusról, hogy ott volt egy proféta suli. Ott ugye volt olyan dolog, hogy oda jártak az iskolába a profétához, a nagy profétához, és akkor jön egy asszony a négybe, és azt mondja, hát te ismerted az én férjemet, félte az urat, itt volt veled, de meghalt, és jön a hitelező, és elviszi rabszolgának a két gyerekünket. És abban a pillanatban, tehát egy spontán valami volt, és Elizeus azt mondja, hogy mit cselekedjen veled, mondd meg nékem, mi van a házadban. Egyszerűen, értitek, tehát ez a csodálatos, hogy azonnal az Isten, tehát én azt gondolom, hogy erre mi is képesek vagyunk. Tehát ilyen módon, hát Jézus a legnagyobb van bennünk. Tehát, értitek, és akkor
elkezdi mondani az asszony, hogy hát nincs nagyon semmi, csak egy nagyon pici olajam van. Jó, azt mondja a proféta, akkor kérjél edényt, de ne keveset. És azt olvassuk, hogy amikor mondja az asszony a gyereknek, hogy adjál még egyet, mondja a gyerek, már nincs több. Anyám, már nem tudok adni többet. Akkor abban a pillanatban megáll az olaj. Na most, értitek, hát az Isten szelleme bennünk van, az olaj bennünk van, kiárad az emberekre, én meg vagyok rá győződve, a hit, meg minden. És ezért én is úgy gondolom, hogy mi nem Elizeus proféta iskolájába járunk, hanem mi a mennyei édesapánknak az iskolájába járunk, abba a csodálatos oskolába, értitek, ahol Jézus a menedzserünk, nem is tudom, hogy mondjam, tehát ő a mi oktatónk, ő a mi drága, értitek, az a ügyvédünk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, és ugyanakkor meg a Szent Szellem, az meg a paraklétosz, a vigasztaló, tehát nem baj, hogy elrontottad, nem baj, hogy most ez nem sikerült, nem baj, hogy most éppen valakinek nem jót mondtál, vagy nem mertél kilépni, ne adj Isten, hát most figyeljetek ide, az dobja a másikra az első követ, aki tényleg mindig kimert lépni, akkor, amikor Isten szólt, hogy azt mondja, hogy menj oda ez az emberhez. Én is voltam, úgyhogy elmulasztottam. És már nem jöhet vissza, mert Isten akkor elküld valaki mást. Azt mondja, hát nem baj, tehát értitek, ez olyan, mint a kisgyerek elesik, fölemeljük, a mennyei atya fölemel, és azt mondjuk neki, na, próbáld meg újra. És akkor először nem biztos, hogy akarja, mert nagy volt az esés. Hát tudjátok, nekem is volt 4, eltanyáztak. Nagy volt az esés, nagy volt a sok, vagy az élmény, a rossz élmény. És nem mer újra, de amikor ez eltűnik, és újra elkezdünk merni, kilépni Krisztusban, akkor igen, megvan az, hogy meg fogod tudni mondani annak a betegnek, hogy az Úrra te gyógyítod, és ráteszed a kezed, vagy egyszerűen csak kimondod, vagy, és tényleg ezzel befejezem, hogy amikor ott voltunk egy haldoklónál a kórházban, és imádkoztunk érte, de már kómába volt, tudtuk, éreztük, hogy lehet, hogy ő hal bennünket, és akkor a Szent Szellem olyat szólt nekem, amit soha nem tudtam én. Azt mondta, hogy menj oda, és mondd a fülébe, hogy megbocsájtotta Isten a te bűnödet. És mondd azt, hogy megbocsájtom én az Emil, megbocsájtom neked a bűnödet. És elkezdett folyni, ott imádkoztak többen, ez teljesen spontán volt. Én is az Úr, a Szent Szellem. Én odaléptem, a fülébe sugtam, és elkezdek folyni a könnyei, és nem tudott addig gyerekek meghalni. És másnap elköltözött. És tudjátok miért? Mert nem volt megbocsájtva a bűne. Előtte majdnem halálra verte a feleségét, aki hívő volt. És az asszony oda menekült hozzánk. És láttuk, hogy milyen állapotban van. És ezután ez az ember kómába esett. És az a szituáció, amikor Jézus leengedik oda Jézushoz, és nem azt mondja, hogy meggyógyítja Jézus, hanem azt mondja neki, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Mert nem tudjuk, hogy az miért kapott agyvérzést. Lehet, hogy az is valami olyan dolgot tett, ami után ő agyvérzést kapott. És Jézus pontosan látta, és ki látja? A Szent Szellem. És én akkor értettem meg, hogy van egy olyan ige, hogyha megbocsátjátok a bűneiket, megbocsájtatnak. És akkor nekem ki kellett lépni. És annyira hálás vagyok, mert megtanított Isten abban a szituációban, hogy ott vagyunk, imádkozunk, és egyszer csak ő szól. És lehet, hogy ő hozzá fog szólni, vagy ő hozzá. Akinek a radarja jól áll. Értitek? Mert lehet, hogy éppen magunkkal vagyunk elfoglalva, hogy annyira buzgolkodunk, akarunk imádkozni, közben csak lehet, hogy Isten azt várja, hogy figyeljünk rá. És figyelünk rá, és jön a prófétai szó, és Elizeusnál is ez volt. Mit van? Én szerintem spontán jött ott Elizeusba. Nem volt ő erre fölkészülve, hát ahogy az igéből olvassuk. Jött ez a
szegény asszony, viszik a két gyereket, azért gyerekek borzasztó dolog rabszolgának elvinni, mert nem tud kifizetni az adósságot. Tehát azért ehhez képest jó világba élünk, most akárhogy is szívjuk a dolgokat, értitek? De még nem vittek el senkit rabszolgának közülünk, hála érte. Tehát csak azt akarom mondani, hogy amikor mi figyelünk menet közben, mert most azt hiszem, ez volt, erre vitt a Szent Szellem a témát, akkor igen, nyelveken szólunk, de hogy a nyelveken szólásból mi lesz? Egy csodatévő ajándék jön, bontakozik ki, vagy egy profétálás, vagy egy tudománybeszéd. Kimondod annak az embernek azt, ami a legnagyobb baja, ami a legnagyobb problémája. Senki nem tud róla, csak ő a szívébe hordozza. És neked szól az Isten, és kimondod a tudománybeszédét, hogy ekkor is ekkor az Isten téged megszabadít. És ő tudja, hogy ez most az Istentől volt. Tudja, hogy ez most a Szentlélektől. Tehát én is azt gondolom, hogy menet közben jártasak vagyunk, de legyünk nyitottak, hogy mind a 9 ajándéka az Istennek, mint potencia ott van bennünk, vagy ott lehet bennünk. Nem akarok nagyképű lenni, ne értsetek félre, hanem abban a hitben akarok növekedni, amit az Isten akar adni, hogy kész legyek, hogy bármelyik pillanatban az Isten éppen ilyen módon akar megnyilvánulni, hagyj legyek kész arra, hogy én megnyilvánulni. Én nem tartom magam prófétának például. Vagy értitek, tudom, hogy de vajon az Isten esetleg nem akar bármelyiket belevezetni? Miért ne akarna? Tehát én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak, és az Isten majd vezet. Majd megadja, amire annak a személynek szüksége van, akivel esetleg éppen összefutunk. Tehát akkor ez egy jó konzekvenciája az estének, hogyha nyitva vagyunk, ha Istenre figyelünk, Isten szól hozzánk ma is, tehát hogyha megszólítjuk, ha keresünk, akkor találni fogunk, ő mindig kilép felénk, kinyitja az ajtót és elkészíti azokat a lehetőségeket, azokat a szavakat, amire szükségünk van. Úgyhogy én csak annyit kívánok a nézőinknek a távolban is, hogy nyissátok meg a szíveteket, és keressétek Istent mindenkor, mert ő szól, ő ma is szól, és cselekszik közöttünk. Legyen ez a végszava az estének. Amen. Amen.